Egészen más témával folytatjuk. Szakértők szerint 2 évente minden családnak ajánlott átnézni hiteleit. Jelenleg az alacsony jegybanki alapkamat miatt az előző évekhez képest olcsóbban lehet hitelhez jutni. Ez azt jelenti, hogy a korábbi 10-20%-os kamatozású termékeket akár egy 4-5%-os kamatú hitellel is ki lehet váltani. Ilyenkor rövidebb futamidővel vagy alacsonyabb havi részlettel lehet tovább törleszteni ugyanazt a tartozást. A személyi kölcsön, a gyors kölcsön és a hitelkártya jelenti a legköltségesebb hiteleket. Ezekből többet is használhat bárki, így ha ehhez autó vagy lakáskölcsön is társul, az egy magasabb, akár végzetesen megterhelő havi kiadást is jelenthet, akár egy egész család számára is. Ilyen esetekben érdemes szakértő segítségét kérni, és összerendezni vagy kiváltani a már meglévő tartozásokat. Ehhez éppen ideális a jelenlegi gazdasági helyzet és a kedvező kamatkörnyezet. A hitelkiváltás az lényegében azt jelenti, hogy egy meglévő hitelünket, legyen ez egy lakáshitel, vagy akár többféle hitel, hitelkártya, autókölcsön, személykölcsön, vagy lakáshitel, ezeket egybe tudjuk gyúrni, és akár bankon belül egy olcsóbb ajánlattal kiváltani, ahol kevesebb lesz a törlesztő részletünk, vagy akár át is tudjuk vinni egy másik bankhoz, ahol szintén kedvezőbb kondíciókat nyújtanak. Mindig érdemes megnézni pár évente egyébként a hitelünket, hogy találunk a piacon olcsóbbat. Viszont most egy olyan kivételes lehetőség van, hogy egyrészt a bankok nagyon versenyeznek az új ügyfelekért, akár kezdeti költségek nélkül is megigényelhetjük a hitelt, a másik az pedig a kamatkörnyezet. A jegybanki alapkamat az erősen kihatása van arra, hogy mennyi a hiteleknek a kamata és a törlesztő részlete. És ugye, ha csökken a jegybanki alapkamat, akkor a hitelek is előbb-utóbb olcsóbbak lesznek. A mostani szintről lejjebb már nem sokat tud csökkenni az alapkamat, így a hitelek sem lesznek már jelentősen olcsóbbak. A gazdasági helyzet kiszámíthatatlan alakulása miatt azonban érdemes felkészülni az esetleges dráguló törlesztő részletekre is. Ehhez a pénzintézetek egy újfajta lehetőséget kínálnak az ügyfelek számára. Régebben nem voltak ilyen hitelek, de most már nagyon sok banknak vannak olyan hitelajánlatai, ahol a hitel törlesztő részletet be tudjuk fixálni 3, 5, 10, vagy akár 15 vagy 20 évre is. Tehát ha befixáljuk így mondjuk 10 évre a hitelünk törlesztő részletét, akkor mindegy, hogy mi történik az árfolyammal, vagy a jegybanki alapkamattal, nekünk forintra ugyanannyi lesz a törlesztőnk 10 vagy 15 éven keresztül. Az ember, hogyha hitelről hall, akkor néha gyomorgörcs se van, hiszen arra gondol, hogy úristen, vajon tudom-e fizetni, vagy nem tudom fizetni. No, ebben nyújtunk most segítséget. Vendégünk Dobos Péter, a Szabolcs Takarék Szövetkezet hitelezési igazgatóhelyettese. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm, jó napot kívánok. Ez egy új lehetőség, hogy érdemes átgondolni, hogyha az embernek több hitele van, akkor azt lehet-e esetleg egységesíteni. Kinek jelenthet ez megoldást? Annak, aki nagy bajban van, vagy annak is, aki nincs bajban, de szeretne kevesebbet fizetni? Mind a kétféle szereplőnek, azt kell mondani. Ahogy fogalmaztál, nagyon jó volt ez a kétféle szegmentáció. Ugye, ha az ember ki szeretne váltani egy hitelt, vagy több hitelét, akkor igazából két ok merül fel. Egyrészt szeretne, hogyha alacsonyabb költsége lenne ennek a hitelnek. Nem biztos, hogy bajban van, csak mondjuk annak idején felvette még 20 pár százalékkal a személyi kölcsönét, és azért valljuk be, ma már a piacon a alacsony banki kamatszintek mellett egy ilyen 10 pár százaléktól már lehet hozzájutni személyi kölcsönökhöz. Ugye a másik tábor, aki azt mondja, hogy egy kicsit nagyon sok a hitele, már nem látja át ezeket, nagyon sok a törlesztő részlet, és már kezdenek likviditási problémák felmerülni a családban. Ebben az esetben szintúgy megoldás lehet az, hogy felkeres több pénzintézetet, és ajánlatot kell arra, hogy ha ezeket a hiteleket kiváltanánk, akkor mégis hogyan járhatna ő jól, mert hogy azért figyelembe kell venni, hogy egy átlag embernek van egy jelzálog hitele, ugye általában ez egy lakáscélú hitel. Én azt mondom, hogy ha lakáscélú hitelről beszélünk, és ez kamattámogatott, akkor nagyon óvatosan a hitel kiváltása, mert hogyha ezt szabad felhasználású jelzálog hitelre fogják kiváltani, akkor már úgymond azok az előnyök nem érvényesek rá, amit mondjuk egy kamattámogatott adott, illetve én azt látom, hogy valahogy egy kicsit a lakáscélú hiteleket mindig jobban védik, mindig jobban odafigyelnek a piacon rá. Ugye, ami nagyon sokat lehet keresni, úgymond költséget csökkenteni, azok a hitelkártyák, mert ez a másik véglet. Hitelkártyáknál nem szégyen a 35-40%-os
kamatot elkérni a korábbi évekről is, és ugye azok nagyon gyorsan tudnak szaporodni tőke és költségügyileg. Tehát, hogyha valakinek van több személyi kölcsöne, 1-2-3 hitelkártyája, mert egy nagy áruházban ugye azért rábeszélik, hogy hitelkártyára vedd meg a tévédet, az ilyen is olyan fogyasztási eszközöket, akkor ő nyugodtan menjen be egy pénzintézethez, és beszélgessen el arról az ügyintézőkkel, hogy ezeket hogyan lehetne kiváltani, mert a 30%-os hitelkártyát azt lehet, hogy most ki tudják váltani 13-15%-os személyi kölcsönnel. És ugye ez már nagyságrendekkel alacsonyabb költségeket jelent neki mindenképpen. Mit tanácsol, hogy ahhoz a bankhoz érdemes, vagy pénzintézethez bemenni, ahol mondjuk a hitelkártyát kaptam, vagy egy másikhoz? Tehát egy banknak miért buli az, hogy eddig adta 35%-kal a hitelkártyát, most megadja 13-mal. Nehéz lesz rávenni szerintem, hogy cseréljünk. Ez így van, ez nem buli neki. Viszont általában nem is azzal van baj, amikor egy hitelkártya van. Egy hitelkártyát nem is fognak tudni átdolgozni. Alapvetően azt mondom, hogy egy személyi kölcsönnél, egy jelzálog hitelnél mindenki mehet a saját bankjához először, kérdezze meg, hogy át tudnák-e dolgozni, adnak-e kamat csökkentést egyáltalán. Az is lehet, hogy csak egy sima kérelmet kell beadnia, hogy ő szeretné, hogyha csökkentenék a kamatát, mert mondjuk a régi rendszerben még nem referencia kamat függő volt a hitel, hanem egy fix megállapító, mondjuk 25%-os kamaton megy, és ma már azért személyi kölcsönnél is jellemző az, hogy azt mondják, hogy a bubor valamilyen formájához viszonyítva bubor plusz 10% a kamat, vagy bubor plusz 15%. És akkor ő már jobban jár, és ugye nem fog neki fixálódni ilyen szinten a kamat is, hogyha az elmúlt éveket nézem, hogy a jegybanki alapkamat leesett. Egy jelzálog hitelnél szintúgy megcsinálja egy pénzintézet, hogyha olyan ügyfélről van szó, akit ő nem szeretne elveszíteni. Mert tudja, hogy akkor viszont semmilyen ügylete nem lesz. Hitelkártyáknál ez nem jellemző, de én azt látom a piacon, hogy inkább ott van probléma, amikor több hitel van egy ügyfélnek, több személyi kölcsön, több hitelkártyája. Na ott mindenképpen érdemes, hát akár először a saját bankot is, de több bankot is mindenképpen megkérdezni, mert megkapják a tájékoztatót, az általános tájékoztatókat, amivel összetudják hasonlítani, hogy egyik bank mit ad, másik pénzintézet mit ad, és akkor el tudja dönteni, hogy az adott feltételek mellett hova megy. Egy rövid kérdés van még, hogy egy ilyen hitelkiváltás, ez egy új szerződésnek minősül, tehát a szerződőfél gondolja át, hogy mondjuk most likvid képes-e, vagy nem likvid képes, vagy lehet ez egy módosítás csak, hogyha a bankon belül marad, és akkor nem vizsgálják meg, hogy most jelen esetben a fizetése elegendő-e arra, hogy törlesz-e, vagy nem elegendő. Alapvetően, hogyha feltesz egy kérelmet a saját pénzintézetének, hogy annál az egy hitelnél, vagy nehogy Isten kettő hitelnél dolgozzák át a hitelét, mert alacsonyabb törlesztő részletet szeretné, vagy alacsonyabb költségeket, akkor az egy szerződés módosítással megoldható. Ugyanakkor viszont a hitelkiváltásra ugye beszéljük azt, hogy nagyot lehet nyerni költség tekintetében is, likviditás tekintetében is, viszont megvan az a hátránya, hogy ez egy teljesen új kölcsönszerződésnek minősül, azaz ugyanazok az utánajárások szükségesek, és ugyanazok a dokumentumok, mint hogyha önállóan most felvennék egy hitelt. Mert hogy ez erről szól, csak a célja nem egy lakás vásárlása, nem egy szabad felhasználásra elkölthető pénzösszeg, hanem arra a jó néhány hitelre kötelezően kifizetendő tőkeösszeg. Összegezve, tehát akkor érdemes átgondolni, de mindenképpen szakembert kell megkérdezni erről. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm.